Sziasztok! Bár ez nem a legmegszokottabb téma így beauty blogger körben, de úgy gondoltam, hogy fontos lehet beszélni az egészségünk ápolásáról is. Nem feltétlenül vagyok egy olyan hű, de egészségesen élő egyén, ami hát nyilván látszik is rajtam. Ettől függetlenül így ősszel azért oda szoktam jobban figyelni arra, hogy a hidegebb időjárásra felkészítsem a szervezetemet. És hogyha az életmódomon nem is nagyon változtatok, de azért arra megpróbálok mindig odafigyelni, hogy ebben az időszakban az átlagnál több vitamint szedjek. És idén lett egy nagyon jó kis rendszerem, amit szeretnék nektek megmutatni, ugyanis nagyon egyszerű volt az elkészítése, a kis rendszerem kialakításához szükséges tárgynak, csak kijövök ebből a mondatból. Nagyon egyszerű volt tényleg, bárki megcsinálhatja otthon, de nagyon sokat segít abban, hogy megőrizzük az egészségünket. Ez a tárgy nem más, mint egy ilyen gyógyszer vagy vitamin adagoló, amit szemfülesebbek szerintem már észrevehetik, hogy ezek bizony tiktakos dobozok, amiket én összeszerkesztettem. Annyit tettem, hogy összeszedtem nyilván, mivel 7 napból áll egy hét, ezért 7 darab tiktakos dobozt. Ezért mondom, hogy soha semmit nem dobunk ki, mert fogalmam nem volt, amikor eltettem ezeket a dobozkákat, hogy mi lesz vele, de azt tudtam, hogy valamire jó lesz még. Szóval összeszedtem 7 darab tiktakos dobozt, amikről leszedtem a papírt, majd egy vasitép segítségével körbe összeragaszgattam őket. Gyakorlatilag ennyi volt a nagy dolog, és így kaptam egy szépen naponként kinyitható kis tárolót, amire utána még alkoholos filccel felírtam a napok neveit, nyilván, hogy könnyebb dolgom legyen. A hátulját nem takartam el vasitéppel, így látom, hogy melyik napon vannak még ott a vitaminok, vagy hogyha esetleg valaki gyógyszert szed, akkor az látja a gyógyszereit. Így nagyon-nagyon követhető, és nagyon könnyen eszközölhető a vitaminbevitel. Ennyi tehát a DIY része a dolognak, tényleg nagyon egyszerű elkészíteni, és hogyha szeretnétek komolyan vitaminokat szedni, és hasonlóan feledékenyek vagytok, mint én, tehát sose tudjátok mondjuk este, hogy reggel bevettétek-e már az adott vitaminokat, akkor szerintem nagyon hasznos lehet egy ilyen kis tároló elkészítése, és mivel egész hétre beletesszük így, amiből mondjuk csak fele teszünk, vagy minden másnap tesszük be, azt is elég egyszer egy 10 percet rászállni vasárnap, bepakolni szépen, és akkor egy helyen vannak a vitaminjaink. Szeretném azt is megmutatni, hogyha már belekezdtem, hogy milyen vitaminokat szedek én így ősszel. Nagyon-nagyon alap minden, de nem minden olyan, amit mindenkinek ajánlok. Az első, ami szerintem a legalapabb, és amit mindenkinek mindig kéne szednie, az a C-vitamin. Én ezt a tevát szeretem azért, mert nagyon finom narancsos íze van, és nem műnarancs, hanem tényleg jó íze van. Megmutatom, hogy így néz ki, ezek ilyen ekkora rágó tabletták, de természetesen mindenféle C-vitamin jó lehet. Ez 500 mg-os egyébként, és szerintem ez egy olyan ideális mennyiség egy napra. Nyilván lehet kevesebbet is enni, vagy többet is, de szerintem ez az 500 mg, ez egy olyan jó mennyiség. A másik, amit így őszre én ajánlanék mindenkinek, az valamilyen multivitamin használat. Én is többfélét próbáltam már, és valahogy egyikkel szemben sem alakult ki egy olyan szeretet, ami miatt ugyanazt újra vettem volna, úgyhogy gyakorlatilag minden össze másfajtát veszek. Most éppen a DM saját márkás Beskezunde Plus átolzéig terjedő vitamin kombinációját szedem, amiben 100 darab van, tehát ez elég is gyakorlatilag erre az időszakra. Ez így néz ki, egy ilyen tabletta. Elvileg napi egyet kell belőle szedni, én viszont csak napi felet eszek belőle, vízzel kell lenyelni, és ebben aztán tényleg van mindenféle vitamin, nagyon-nagyon sok féle van benne. Szerintem ez egy jó alternatíva lehet a multivitaminokra, és mivel saját márkás termék, ezért nem is horror áron osztogatják. Aki hozzám hasonlóan vashiányos, az tudja, hogy miről beszélek, hogy mennyivel másabb érzés az,
amikor szedjük a vas tablettát, és mennyire más az, amikor nem. Fontos, hogy vasat ne kezdjetek el orvosi utasítás nélkül szedni, szóval hogyha elegendő a vasatok, és mégis szedtek, az nem feltétlenül tesz jót a szervezeteteknek szerintem, bár nem tudom. Mindenképpen fontos szerintem, hogy vasat csak akkor kezdjetek el szedni, hogyha orvos írta föl, illetve hogyha biztosak vagytok abban, hogy vashiányosak vagytok. Ezt egyébként egy egyszerű vérvétellel lehet kideríteni, úgyhogy ha gyanakodtok erre, akkor kérjetek a házi orvosoktól egy labor beutalót, és akkor meg lehet tudni, hogy vashiányosak vagytok-e, vagy sem. Bár szerintem aki az, az elég gyenge ahhoz, hogy elmenjen egyébként is orvoshoz, és erre rájön. Szóval a receptre kapható vason kívül, amit időnként kapok, én a Naturland vastabletteját szoktam most éppen szedni. Ezt minden másnap szoktam bevenni, egyébként naponta egy kellene, viszont mivel nem tudom, hogy most éppen hogy áll a vas szint a szervezetemben, ezért nem szeretném túlzásba vinni. Két naponta egytől szerintem nem lesz bajom, és valóban jobban vagyok, amióta újra szedni kezdtem. Az utolsó minden nap szedett vitamin, az pedig a Bioven szépségvitamin, amit most már második hónapja szedek. Ez természetesen lehet bármilyen más szépségvitamin is. Ami nektek bevált, azt szedjétek. Nagyon sok fajtájú szépségvitamint kipróbáltam már, és nekem ez az egyetlen, ami valóban hatásos, és amit tényleg érzek mind a körmeimen, mind a hajamon, mind pedig a bőröm állapotán, hogy segít. Úgyhogy én ezt szoktam szedni. Ezt sem a hivatalos módon szedem, mert napi 2 kapszulát kellene bevenni. Én viszont a sok egyéb vitamin miatt csak egyet szoktam. Így is érzékelhető a hatása. Nyilván olcsóbb és gazdaságosabb is a dolog. Ez természetesen nem köthető évszakhoz. Egyszerűen én most, hogy így elkezdtem rendszerezni a vitaminjaimat, úgy gondoltam, hogy akkor ez is jó lehet mellé. Ezeket szedem tehát most ebben az őszi időszakban. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó, és hogy tudtam vele segíteni, ugyanis sokáig én sem tudtam, hogy miket szedjek, viszont ez a 4 összetevő, én úgy gondolom, hogy nekem hatásos, és tényleg jobban érzem magam azóta, amióta ezeket szedem. És bizony a rendszerességben pedig nagyon sokat segített a kis DIY rendszerezőm, úgyhogy ezt is bátran ajánlom, hogy próbáljátok ki, készítsétek el, és hogyha megcsináltátok, akkor küldjetek róla képet nekem, vagy esetleg Instagramon használjátok az örökké kék az ég hashtaget, és akkor én is meg tudom nézni az alkotásaitokat. Remélem tetszett ez a videó, ha így volt, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, Facebookon, nézzetek be a blogomra, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!